Also, und welche sind deine wichtigsten Eigenschaften? Anyanyelvi tanároktól tanulhatnak azok, akik jelentkeztek a Nyitott Világ Alapítvány immáron 22. alkalommal megszervezett nyelvi táborába. Az elmúlt 22 évben egyetlen egy nyár se volt, ahol ne lett volna nyelvtáborunk, úgyhogy 22. alkalommal vagyunk itt. Ha a számokat akarjuk mondani, akkor itt 4. éve Vajtán, az Icsi kastélyban, előtte 18 évig Domboriban voltunk. Elsősorban középiskolásokra figyelünk, de azt látjuk, hogy évek óta sok az olyan általános iskolás, aki a felső tagozatban, 7-ben, 8-ban tanul, és nagyon-nagyon nagy öröm nekünk, hogy ők is képesek tanulni ilyen intenzíven, mert hát igazából ez arról szól, hogy reggeltől estig tanulnak. Most kevesebben vagyunk azért, mert rengetegen vannak egyéb vendégek a kastélyban, és hát ez egy konferencia központ, nyilván nem mi vagyunk itt a fő profil, béreljük a helyet, és ezért egy picit kevesebb helyet kaptunk az idénre, 75-en vagyunk a táborban. Volt már, hogy többen voltunk 80 fölött, de most nekünk meghúzták a létszámot, és azt tapasztaltam, hogy márciusban kezdtünk jelentkeztetni, és május elejére már teljesen készen voltunk a létszámot, tehát a többieket vissza kellett mondani. Azonban nem csak Tolna megyeiek vesznek részt a táborban. Elsősorban Tolna megyeiek vannak, nyilván Szekszárdról a legtöbben, ez így szokott működni, de más Tolna megyei városból is, de más városból is van, budapesti, Balaton mellől, Kecskemétről, Szegedről, innen-onnan jönnek diákok. Aki egyszer volt, akkor már szívesen jön. Sóner Mátyás Budapestről érkezett. Elmondta, megterhelő napjaik voltak, de úgy érzi, megérte jelentkezni. Felkelünk olyan 8 és 7:50 között, felmegyünk reggelizni, utána 9-ig még pihenünk egy kicsit az ágyban, és utána beülünk az első órára, valamikor jobban telik, valamikor kicsit fáradtabb vagyok, és akkor utána jön egy fél órás szünet, utána beülünk a következő órára, az általában már jobb szokott lenni, utána jön egy ebéd, egy órás szünet, és akkor megyünk a következő órára, onnan jön majd egy hosszabb szünet, akkor megyünk majd medencézni, meg itt ki a kertbe, és akkor az utolsó óra, és utána pedig már megyünk fel biliárdozni, vagy pingpongozni. 4. alkalommal vagyok a táborban, 7. osztályból 8-ban mentem, amikor először jöttem ide, akkor még német nyelven voltam, most már 3. éve az angol csoportot erősítem. Nagyon szeretem mind a tanítási módszereket, mind a társaságot, mind a helyet, úgyhogy ezeknek így az összessége az, ami miatt így 4. alkalommal is visszajöttem ide. Nyilván fontos az, hogy itt a tanárok nagy része anyanyelvű, ezáltal a magyar az teljesen ki van zárva, úgyhogy mindenképpen a nyelvtudására van hagyatva az ember. Így más az egésznek az összhangja, de én azt gondolom, hogy így legalábbis számomra hatékonyabban lehet a nyelvet elsajátítani, mert tehát mégiscsak másfél órán keresztül, 4-szer egy nap folyamán, angolul végig, és azért ez máshogy ivódik be az ember agyába. Nándor azt is elmondta, sok tanulás mellett jut idejük egy kicsit szórakozni is. Szerencsére elég meleg van, meg medence is van, úgyhogy igyekszünk azért a szabadidőben kint lenni, de azért 4. óra után el tud annyira fáradni az ember, hogy csak elfekszik valahol és élvezi, hogy vége van, de akkor is a helynek az adottságai miatt nagyon jól el tudja tölteni az ember az időt. A tábor egyik fő specialitása, hogy szinte csak anyanyelvi tanárok oktatják a gyerekeket. Én ezt látom a legnagyobb dolognak. Ez az, amivel többet tudunk adni egy normál oktatásnál. Angol és német anyanyelvű tanárok dolgoznak itt, nagyon sokan visszatérők, mert ők is nagyon szeretik a diákjainkat, élvezik a munkát, várják már a nyarat, örömmel jönnek. Tehát akkor a szókincsfejlesztés általuk, a szép kiejtés gyakorlása, egy másik ország kultúrájának a közvetítése, azt gondolom ez lehetne így. És ami a célja még a tábornak, mert ez igazából egy ilyen eszköz volt, hogy mit kínálunk, milyen módon, a célja pedig az tehát, hogy megtanuljanak beszélni. Nagyon sokan középfokú nyelvvizsgára készülnek, felsőfokra. Nagyon sokan vannak, jaj, hát ez nekem a szívem csücske, hogy olyanok is vannak például az idén, most találkoztam vele a jelentkezéskor, akik már leérettségiztek most, júniusban. Megcsináltak egy nagyon magas százalékú emelt szintű nyelvvizsgát és érettségit. Van egy-két nyelvvizsgájuk, és eljöttek ide, mert azt mondják, hogy gyakorolják a nyelvet. Na,
Ilyenkor azt gondolom, hogy ezért éri meg, hogy 25 éve ezt csináljuk, mert a gyerekekben kialakult egy igényszint, hogy ők tudják azt, hogy nekik ezt gyakorolni kell, beszélni kell, és hogy mindig kapnak hozzá valamit. De a kicsiknek is nagyon örülünk. Sokkal bátrabbak. Van, aki már az első-második nap után, mindenki más, van olyan, aki egy picit később oldódik fel, de egyértelműen mernek beszélni, mernek kérdezni. Cél is az, hogy a gátlásokat egy picit megpróbáljuk levettetni velük, tehát hogy ez ne legyen gond. Én úgy tapasztalom, igen. Örömmel tanulnak. És hát mindenek fölött, mindenek mögött én azt gondolom az áll, hogy a tanáraikkal egy jó kapcsolatot sikerült kialakítani. És igazából tehát ez az a kapcsolat, ami lehetővé teszi azt, hogy megnyíljanak, hogy örömmel és szeretettel fogadják, amit kapnak. Tus Jennifer 1998-ban jött Magyarországra. Szegeden egy két tannyelvű iskolában tanít biológiát angolul. Kanadai vagyok, régóta Szegeden lakok, és akkor Szegedről jöttem ide. Én azért visszatérő tanár vagyok, mert nagyon szeretek itt lenni. Nagyon elszánt gyerekek vannak, tehát azért jönnek, hogy tanuljanak. Nagyon keményen dolgoznak, és nagyon sok mindent lehet elérni velük egy hét alatt, és akkor ez így nagyon jó érzés egy tanárnak. Motivált diákokkal dolgozni, ez tényleg egy motiváló tényező a pályán. Gizella Prokop harmadik alkalommal jött a nyári táborba tanítani. Nagyon-nagyon tetszik, mert úgy érzem, hogy a diákok nagyon motiváltak, tehát akik idejönnek, akarnak tanulni, és elég magas színvonalon tudunk tanítani. Nekem az is nagy élmény, hogy olyanokat tudok megtanítani Németországról, Ausztriáról vagy Svájcról, ami hasznos lehet a gyerekeknek. Azt is megtudhattuk, hogy vannak olyan gyerekek is a táborozók között, akik szüleiktől hallottak erről a lehetőségről. Eltelt az idő, sok-sok évtized, és egyszerűen fölhívtak, hogy a gyerekük jöhet-e tanfolyamra, vagy a nyelvtáborba. Igen, és vannak ilyenek, nem is kevés. Angolból is, németből is. Úgyhogy én nekem ez egy hatalmas öröm, tényleg nagyon jó. Nálunk az előretekintés mindig úgy megy, hogy mindig ugyanaz van. Nem is tudom, ez talán úgy hangzik, hogy unalmas, de nekünk ez az állandóság egy biztonságot ad. Tulajdonképpen hát az alapítvány 25 éve él és létezik, azóta is állandóság van, meg a 22 tábor alatt is. Tehát igen, a gyerekek már tervezik, hogy jövőre kikkel szeretnének egy szobába kerülni. Nagyon jó emberi kapcsolatok alakulnak itt ki. Tehát én például ezt is egy plusz hozadékának érzem, a tábor egy plusz hozadékának, hogy akarnak együtt lenni is. Tehát ezt a kapcsolati tőkét is a gyerekek kihasználják egymás között is, meg a tanáraikkal is. Tehát igen, szeretnénk jövőre is ugyanígy. Ugyanígy, mindent ugyanúgy, ahogy eddig.